2020. január 1-én lépett hatályba az új szakképzésről szóló törvény, melynek célja az volt, hogy a munkaerőpiachoz rugalmasan alkalmazkodó szakképzési rendszer jöhessen létre, és hogy minőségi képzés valósuljon meg. A vizsgák jelenleg három rendszerben történnek Tolna megyében. Országos képzési jegyzék szerint ismertebb nevén OKS vizsgák, ágazati alapvizsga és szakmai vizsga rendszerében. Tavalyi év végén indultak el az utolsó OKS képzések. Ez egy kifutó rendszer, melyet a 175 alapszakmát tartalmazó szakmai jegyzék váltott fel. Az új rendszer szerint alapszakmát kizárólag iskola rendszerű oktatásban lehet megszerezni. Ebben az új rendszerben a szakmai jegyzék szereplő szakmák mellett megjelentek a szakképesítések, melyeket a szakmai képzések keretében a szakképző intézmények, illetve a felnőtt képzők is megszervezhetnek. A képzésen résztvevők a vizsgát a háromtagú vizsgabizottság előtt tehetik meg, melyből mindhárom tagot a területileg illetékes iparkamara delegálja. A képesítő vizsga sikeres teljesítés esetén a vizsgázó államilag elismert szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt szerez. Az úgynevezett ágazati alapvizsga is a szakképzés új rendszerében jelent meg. Ez egy olyan állami vizsga, mely a tanulónak, illetve a képzésben résztvevő személynek az adott ágazatban történő munkavégzéshez a szakmai alaptudását és kompetenciáját méri. A vizsgát a technikumban a 10., a szakképzőiskolában pedig a 9. évfolyam végén tehetik meg a tanulók a háromtagú vizsgabizottság előtt. A vizsgabizottság a szakképző intézmény oktatóiból és egy elnökből áll. A sikeres ágazati alapvizsga jogosultá teszi a tanulót a szakképzési munkaszerződés megkötésére. A szakmai megmérettetés és egy állami vizsga, amely a tanulónak, illetve a képzésben résztvevőknek az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáját méri. A tanulók a vizsgát ebben a rendszerben is a háromtagú vizsgabizottság előtt tehetik meg, mely írásbeli, gyakorlati és szóbeli részből áll. A vizsgabizottság ellenőrzést végző tagját delegálja az iparkamara, ő felel a vizsga szabályszerűségéért. A sikeres szakmai vizsga után a tanuló a szakma megszerzéséről kiállított oklevelet, illetve bizonyítványt kaphat. A vizsgaelnököt, a vizsgafelügyelőt, a vizsgadelegáló referens választja ki az országos vizsgaelnöki és vizsgafelügyelői névjegyzékből. Mindkét névjegyzékbe pályázati felhívás alapján folyamatosan lehet jelentkezni, és várjuk is a jelentkezőket. A pályázati kiírás a Kereskedelmi és Iparkamara hivatalos honlapján jelenik meg. Egy pályázó több szakmacsoportban nyújthatja be pályázatát a területileg illetékes iparkamarához. A benyújtott pályázatok elbírálása évente 2 alkalommal, januárban és augusztusban történik. A beküldött pályázati anyagokat a helyi iparkamara átnézi, megtárgyalja, és a kiírásnak megfelelőket elfogadásra továbbítja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Bizottsága felé. Az elfogadott pályázatok az elfogadástól számított 5 évig érvényesek.